A mai témánk ugye kicsit a koleszterint, meg a koleszterin mítoszt vizsgálnánk meg egy kicsit közelebbről. Azt mindenképpen érdemes tudni, hogy a koleszterin az egy olyan eszenciális zsír, amire nekünk szükségünk van, nem véletlen, hogy a szervezet maga is termeli. Ettől függetlenül körülbelül az egyharmadát a koleszterin szintünknek befolyásolni tudjuk az életmódunkon keresztül, az életmód által. És ezt sem szabad elhanyagolni, mert ennek nagyon jelentős hatása van. Adott esetben koleszterinszint csökkentő gyógyszer szedését is el lehet kerülni a megfelelő életmóddal. Mindenképpen fontosnak tartanám megemlíteni, hogy amikor a koleszterinről beszélünk, akkor egy picit bontsuk ezt, fejtsük ki jobban, és a trigliceridek, LDL-HDL koleszterint is érintsük. Ugye az LDL-t szokták a rossz koleszterinnek titulálni, a HDL-t pedig a jó koleszterinnek, így most nyilván nagyon röviden. De hogy ennek a háromnak az aránya is rendkívül fontos, de nyilván ez egy laborleletből nagyon jól látszik, és ez egy vérvétellel könnyen felderíthető. A triglicerid szintet érdekesség, és ezt talán sokan nem tudják, hogy a szénhidrát fogyasztásunk és a szénhidrát bevitel is nagyon-nagyon meghatározza. Itt elsősorban arra kell gondolni, hogy a finomított szénhidrátok, illetve az egyszerű cukrok azok, amik a triglicerid szintet emelik. És ez főleg akkor, hogyha még emelkedett LDL koleszterinnel is társul, akkor az meg egyenes út gyakorlatilag a zsírmájnak a kialakulásához. Ha a máj elzsírosodik, akkor annak nyilván számos egészségügyi következménye lesz, többek között egyébként az inzulin rezisztenciát is ide soroljuk. Éppen ezért mondható az a javaslat, hogy ugye gyakorlatilag nagyon egészségesnek titulált gyümölcsökből sem mondhatjuk azt, hogy korlátlan mennyiség fogyasztható, hiszen a gyümölcsökben rengeteg fruktóz található, a fruktóz is egy egyszerű cukor, az is hozzájárul a trigliceride szintnek az emeléséhez. Én dietetikusként mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy olyan koleszterinmentes étrend olyan nincsen, vagy hát az nagyon nehéz lenne megvalósítani. Itt inkább én azt szoktam kihangsúlyozni, hogy érdemes a minőségre nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen ha törekszünk arra, hogy egészségesebb, telítetlen, többszörösen telítetlen zsírsavakat is fogyasszunk, akkor például omega 3 zsírsavakat, akkor kiegyensúlyozottabbá tudjuk tenni az étrendünket, és ez nyilván a laborleleteinkben is meg fog majd nyilvánulni. Úgyhogy amiben mi magyarok sajnos nem vagyunk elég jók, ugye az a halfogyasztás, hal és a tengergyümölcseinek a heti rendszeres fogyasztása, sőt mondhatnám azt, hogy akár hetente többször is érdemes lenne a húsok helyett, húsok alternatívájaként fogyasztani ezeket, mert ezek nagyon jó fehérje források, de könnyen emészthető formában ráadásul, illetve még számos vitamin és ásványanyagot is biztosítanak a szervezet számára. Ezzel az egyszerű változtatással már nagyon-nagyon sokat tehetünk a koleszterin, és nagyon pozitívan hathatunk a koleszterin szintünkre is. A másik, amit mindenképpen érdemes előtérbe helyezni, hogy a rostbevitelnek a megnövelése is. Mondhatnám azt, hogy az az egyik legtermészetesebb koleszterin szint csökkentő. A rostokhoz pedig ugye elsődlegesen, ahogy ugye a gyümölcsöket már korábban említettük, de inkább a zöldségfogyasztáson, vagy a zöldségfogyasztás bevitelének növelésén keresztül juthatnánk hozzá. Én tanácsként azt szoktam adni, hogy minden főétkezésünk tartalmazzon zöldséget. Az, hogy azt most nyersen, salátaként, savanyúságként, sütve, párolva, grillezve, vagy hogyan fogyasztjuk, az már igazából részletkérdés, csak legyen ott a tányérunkon, és próbáljunk törekedni arra, hogy lehetőség szerint a hazai szezonális zöldségeket részesítsük előnyben. A túl ezen természetesen még az is felmerülhet, hogy egy rost, mint étrend kiegészítő formájában is alkalmazzuk a rostokat. Ennek is abszolút van pozitív hatása klinikai vizsgálatok alapján is, de elsődlegesen mindig az étrendnek az átalakítása és a megreformálásával szoktuk kezdeni. Az omega-3 zsírsavakról talán még egy picit részletesebben vagy annyit mondanék, hogy azok szintén az eszenciális zsírsavak közé tartoznak, a szervezetünk nem állítja elő, nem termeli, tehát rá vagyunk kényszerítve úgymond arra, hogy külső forrásból jussunk hozzá, és ami nagyon fontos, hogy ez a vegetáriánus vegán étrend kapcsán lehet kérdés, hogy a növényi omega-3 az nem ugyanaz, vagy nem tudja helyettesíteni, nem tudja kiváltani az állati eredetű, tehát már előbb említett tengeri halakban
lévő omega-3 zsírsavakat, mert a szervezet nem tudja a növényét átalakítani kellő mértékben, vagy kellő mennyiségben, tehát hogy elegendő omega-3 zsírsavhoz jussunk. Itt is szóba kerülhetnek az étrendkiegészítők, de ahogy az előbb is már utaltam rá, elsődlegesen az étrendet szeretnénk először úgymond rendbe tenni, és akkor, ahogy ugye a nevükben is benne van, csak azután nyúlunk az étrendkiegészítőkhöz. Még egy érdekesség, és ez is szorosan kapcsolódik ugye az életmód terápiához, mert én mindig szeretem azt hangsúlyozni, hogy nem egy drasztikus, szigorú, restriktív diétát kell elképzelni, hanem inkább életmódváltásban érdemes gondolkodni, mert ez hosszú távon is ugye azt fogja eredményezni, hogy nem csak, hogy kezeljük ugye a jelen, vagy kordában tartjuk az állapotot, de prevenciós céllal is, tehát komoly, krónikus betegségeket tudunk megelőzni, ugye itt a nagyon sokakat érintő szív- és érrendszerű betegségeket is mondhatnám, hogy a testmozgásnak, a rendszeres testmozgásnak ugye a szerepe, amiről talán kevesen tudják, hogy nem csak az, nyilván számos pozitív élettani hatása van, de még az úgynevezett jó koleszterin szintünknek, a HDL koleszterin szintünknek a növeléséhez is hozzájárul egy legalább heti 3-4 alkalommal végzett mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás. Ha már ugye koleszterin szint csökkentésről beszélünk, akkor a mediterrán diéta az, ami elhangozhat, és amire jó, az egy jó guideline tulajdonképpen, vagy egy jó iránymutatás tud lenni. Az tulajdonképpen magába foglalja a nyersanyagválogatást is, meg a konyha technológiát is, azt, hogy törekszünk arra, hogy a nem csak telített és állati eredetű zsíradékokat fogyasszunk, hanem a növényit is, illetve telítetlen, többszörösen telítetlen zsírsavakat is. A mediterrán diétának nem véletlenül az egyik ajánlása, hogy használjunk oliva olajat az állati eredetű zsíradékok helyett. De többek között az omega-3 zsírsavakban gazdag tengeri ételek is a mediterrán étrendnek a mediterrán étrend részét képzik, illetve a zöldségek fogyasztása, vagy a zöldségbevitelünknek a növelése az útszintén, úgyhogy nyilván ez is egy több tényezős dolog. Mindig egyénileg érdemes, tehát ugye felmérni azt, hogy honnan indulunk, és utána akár igény szerint és lépcsőzetesen, fokozatosan átalakítva az étrendet, mert nem feltétlenül, vagy nem mindig célra vezető az, amikor hirtelen mindent rögtön a feje tetejére akarunk állítani, és mindent egyből meg akarunk változtatni. Úgyhogy én azt is el szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy rendszeres kapcsolattartás és egy rendszeres kontroll, hiszen akkor nyomon tudjuk követni, és meg tudjuk beszélni, hogy mi az, amit már sikerült átültetni a gyakorlatba, mi az, amit esetleg még nem, mi az, ami továbbra is nehézséget okoz, és akkor így ezek alapján tudjuk megtervezni a következő lépéseket.